Sziasztok! Bocsánat, nem vettem észre, hogy már ennyi az idő. Remélem mindenkinek szuper napja van, remélem minden fordítás is, az összes tolmácsolás is lehet hallani. Igen, minden be van állítva. Akkor nézzük az orvosi jogi nyilatkozatot. Nagyon sok feladatom volt ma, remélem mindenkinek szuperül telik a nyár. Ma sem fogunk semmi olyat ígérni, tehát ez csak oktatási célokat szolgál, nem orvosi tanácsadásról van szó. Hogyha továbbadjátok az embereknek, olyan információnak kell benne lenni, ami tényleg segíti meg érteni nekik, hogy milyen különböző összetevőket vannak az összetevőkben, de sosem mondtuk, hogy gyógyítunk vagy diagnosztizálunk bármilyen problémát. Mindig kell konzultálni orvossal vagy más egészségügyi szakemberrel, és nem mondjuk, hogy diagnosztizálunk vagy megelőzünk vagy enyhítünk egy esetleg gyógyítunk betegségeket. Verina kérte, hogy az autizmus vagy autisztikus spektrum zavarról beszéljek ma. Tudjátok, hogy nagyon érzékenyen érint ez a téma. Pszichológus is voltam karrierem során, sokat dolgoztam az autizmuson is. Mindig elmondom, hogy nem az a lényeg, hogy mi a diagnózisunk, hanem az, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki saját magunkból. Az autizmus, mint minden más az életben, csak egy olyan dolog, amivel együtt kell élni, nem jelenti, hogy kevesebb vagy, fontosabb vagy, mint valaki más. Csak vele együtt kell élni, de nagyon nehéz lesz, hogyha valakinek gyereke van, vagy a párja a spektrumon van, és ezért nem tudnak jól kommunikálni. Jól hallasz, Patrick? Igen, válaszolok. Igen, mert Patrick nincs is az irodában, de hall, de hogyha valakinek van problémája a hangerővel, akkor ott ez az ő oldalán lesz. Te és Ted és Clayton nem az irodában vagytok, ezt tudom, és tehát csak azt szeretném mondani, hogy pszichológusként különböző területeken dolgoztam az autizmussal, és sokan voltak a családomban barátok, akiknek ilyen diagnózisa volt. És mindenféle dolog van e körül, és ezért örülök, hogy Verina felvetette, hogy beszéljünk erről. Fontos megérteni, hogy ez mindenkinek mást jelenthet, mint például a szklerózis multiplex vagy a lupus. Mindenkinél máshogy jelenhet meg. És fontos megérteni, hogy ez egy spektrum, sok különböző szintje és típusa van. Amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor csak autizmusnak hívtuk, aztán elkezdtünk hallani az OCD-ről, ADHD-ről, vagy ADHD-ről, ADD-ről, szorongásról, mindenféle dologról, ami így körülveszi, és szeretném elmondani, hogy csak azért, mert valaki depressziós, nem biztos, hogy autizmussal él, vagy az OCD sem jelenti, hogy feltétlenül autizmussal él, de az ADHD néha lehet az autizmushoz köthető. Vagy az OCD, az obszesszív kompulszív és amikor azt a szót hallottam erre, hogy különleges, nem tetszett ez a szó, hogy különleges, és később rájöttem, hogy valamit jól tudok csinálni, valamit kevésbé. És tényleg mindenki egyedi. Azt hiszem, hogy az életünk célja, hogy a lehető legjobb verziót hozzuk ki saját magunkból, a lehető legjobban tudjunk kommunikálni, és megnézzük az okokat, hogy tényleg meg tudjuk találni, azonosítani tudjuk még egy nagyon korai
korban az autizmust, mert sok embert ez visszafoghat attól, hogy elérjék azt, amit szeretnének elérni. És akik autizmussal élnek, néha olyan dolgokat tudnak elérni, amit mások nem, mert olyan diagnózis rendszerük van, és olyan érzékszervi rendszerük, ami lehetővé teszi, hogy máshogy lássanak dolgokat, és tudósként és pszichológusként is beszélek ma, hogy nagyon fontos, hogy az emberek ezt megértsék. Az emberek, akiknek, vagy gyerekek, akiknek bizonyos fajta autizmusa van, nagyon sok nehézséggel szembesülnek, nem mindig tudnak kommunikálni, amikor a világ többi része kommunikál egymással, máshogy látnak dolgokat. Én ezt egyfajta túlzott stimulációnak gondolom, amikor az agy nem tudja már ezt feldolgozni, hogy egyszerre mindenre hogy reagáljon. Néha az, akik autizmussal élnek, megérintenek, látnak, hallanak valamit, ami nagyon zavarja őket. Én például valószínűleg a spektrumon vagyok, engem nagyon hogyha köröket látok dolgok körül, ez zavar, nem szeretek bizonyos anyagokat megérinteni, sokan, akinek Asperger, vagy autizmus, vagy egyéb szorongás, egyéb ilyen problémája van, akkor valamilyen hasonló dolgot tapasztalnak nagyon gyakran. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik nagyon szenvednek ezzel, mert így máshogy látják az életet, és nem akarjuk lekicsinyelni az autizmust, de szeretnénk erősíteni az embereket, a családjaikat, hogy ezzel meg tudjanak küzdeni. Vannak olyanok, akik autizmussal élnek, és úgy érzik, hogy nem tudnak együtt dolgozni másokkal. Egyedinek, különlegesnek érzik magukat, de furcsának is, ugyanakkor és emiatt szoronganak és szégyellik magukat. Remélhetőleg a Root közösségben segíthetünk az embereknek, hogy megértsék, hogy az ADHD, OCD, bármi, hogyha valaki a spektrumon van, mindig azt kell, hogy érezze, hogy erősíti ez a közösség, mert különböző dolgokon megyünk keresztül az életben, és ettől nem csak különlegesek leszünk, hanem el is érhetünk olyan dolgokat, amiket mások nem. Nem akarom úgy nézni az autizmust, mint valami féle korlátot, hogy ne válhassunk a lehető legjobb versziónká. Megint csak évekkel ezelőtt, amikor kimondtuk azt a szót, hogy autista, akkor olyan emberre gondoltunk, aki nem tud beszélni, kommunikálni, nem tud kijönni másokkal. Most már tudjuk, hogy ez egy spektrum. Hogyha megnézzük a spektrumot, ez egy idegrendszeri fejlődési rendellenesség. És ezt a szociális kommunikációs interakció nehézségei jellemzik, sokszor ez már gyerekeknél jelentkezik, és néha gyerekkorban ezt maszkolják, ami azt jelenti, hogy vannak, akik a spektrum bizonyos szintjén vannak, például egy a szavanszindrómások, 99,9%-uk nem tud jól kommunikálni, nincsenek közösségi, vagy nincsenek szociális képességeik, de van egy kis százalék, akik tudnak kommunikálni, interakcióba lépni, és jól meg tudják oldani ezt, és tehát maszkolják ezt a rendellenességet. És lehet, hogy van, aki most magára gondol, és bizonyos dolgokban magára ismer, és így arra gondol, hogy lehet, hogy rajta vagyok én is a spektrum, és ezzel semmi gond nincs. Mindannyian egyének vagyunk, ez csak olyas valami, amivel együtt kell élni. Hogyha valaki ezzel együtt él, attól még lehet, hogy a saját magából a legjobbat akarja kihozni. Én
úgy tekintek erre, amivel segíthetünk az embereknek életünk során. Nézzük a spektrum koncepciót. Nagyon sok készség van, amit az autizmusra élő emberek rendelkezhetnek ezekkel, és de mindenkinél ugyanakkor ez más. Viszont bizonyos termékekkel lehet segíteni is az embereknek. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy mindenki, aki a spektrumon van, másra lesz mindenkinek szüksége ahhoz, hogy javítsanak a készségei, legyen ez szociális készség, vagy egyéb, és jobbá válhasson az életük. Minden ország más. Van, ahol azt gondolják, hogy hétből egy fiú a szennyezés, nehéz fémek és egyéb környezeti tényezők miatt autizmus spektrumon történik, de a CDC, a Betegség Ellenőrzési és Megelőző Központ szerint az USA-ban például 30 gyermekből egynél diagnosztálnak ilyen betegséget, viszont vannak olyan országok, ahol ez magasabb, vannak olyan orvosok, például én is azt gondolom, hogy ez ennél magasabb, de ez a hivatalos adat. Ami a nemeket illeti, a fiúknál sokkal négyszer gyakoribb, mint a lányoknál. A hippokampusz a 20-as évekig nem, vagy akár az. Tehát a fiúknál a hipokampusz a 20-as évek végén fejlődik ki, és a lányoknál ugye előbb, és ez ezért is lehet, illetve a hormonok máshogy reagálnak a nehéz fémekre, tehát sokkal gyakoribb a fiúknál, mint a lányoknál ennek az előfordulása, és ez minden faji, etnikai, társadalmi, gazdasági csoportot ugyanúgy érint, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésen múlik inkább a diagnózis. És a diagnózis, tehát hogyha én minden egyes diagnózishoz és annyit foglalkoztam volna, akkor most halálfélelmem lenne, és nem itt ülnék, és nem utazgatnék. Tehát, hogyha valakit autizmussal diagnosztizálnak, vagy valakit az életetekben, akkor meg kell érteni, hogy minden lehetőség megvan ennek az embernek az életben, hogy elérjen mindent, amit akar, csak a közösségben segíteni kell nekik és támogatni. Nem mondhatom persze azt, hogy a termékek ezt megteszik, de közösségen belül együttérzéssel, szeretettel, kedvességgel mindenkin segíthetünk, és hogyha empatikusan állunk hozzájuk. Ha van közeli hozzátartozótok, akkor vagy valaki az életetekben, aki autista, lehet, hogy máshogy kell velük kommunikálni, és lehet, hogy az OCD miatt nagyon azon arra koncentrálnak, hogy minden tökéletes legyen, nagyon szeretnék, hogy minden tökéletes legyen. Hogyha nem ismerjük el az autista emberek érzéseit, az nagyon sok kárt tud okozni. Tehát például, hogyha ezt csinálod, és bólogatok, egy emberrel, akkor tehát, hogyha valamilyen, nem tudom, kaparászok az ablakon, az asztalon, és valamilyen idegesítő hangot adok ki, akkor nagyon zavarni fogja az autista embert, és nem fog tudni egy helyben ülni. Tehát én nem szeretem ezt a folyamatos zajt, én sem, ezért megtanultam ezt kizárni. Ez egy megküzdési stratégia. Nagyon sok autista gyerekkel dolgoztam. A gyereket, vagy rokont, vagy akiről tudjuk, hogy autizmussal él, velük szemben nagyon együttérzőnek kell lenni, és együtt megpróbálni
megküzdési mechanizmusokat létrehozni. Hogyha van egy autista ember a környezetedben, taníts nekik megküzdési stratégiákat, hogy én mit csinálok ilyenkor, elkezdek meditálni, mélyeket lélegzem, lassabban beszélek, megnyugszom, halkabban beszélek, mert ez segít megnyugodni. És ugyanez igaz azokra, akik autizmusra élnek, lassan, nyugodtan kell beszélni, és megtanítani nekik, hogy ezzel semmi baj, ott van a hang, de ez a zavaró zaj, de ezt meg tudjuk együtt oldani, elkezdünk meditálni lassan, lélegezni, és így nagyon könnyen meg tudunk nyugodni. Tehát a gyerekekkel például ez volt a technika, amit használtam, hogy finoman megérintettem a kezüket, amikor elkezdtek mocorogni, előre-hátra dülöngelni, vagy a falba várni a fejüket, akkor megfogtam finoman a kezüket, és a szemükbe néztem, ez annyira irritált őket valami. És kedvességet, békét, nyugalmat sugároztam feléjük. Ez nagyon is segít az autista gyerekeknek és embereknek, mert segít megnyugodni. A megerősítés, a kedvesség és az elfogadás. Ezzel lehetnek sikeresek és virágozhatnak ki. A gyerekek és felnőttek, akik autizmuson élnek, nem jól tudják kezelni a folyamatos kritikát, mert nagyon érzékenyek, tehát meg kell érteni, hogy lehet, hogy harapnak, vagy ütnek, mert nagyon-nagyon frusztrálja őket valami, mert nagyon-nagyon érzékenyek mindenre, ami körülöttük történik. Meg kell érteni, hogy lehet, hogy most ez az ember hangos vagy mérges. Valójában csak érzékeny, és elkezdünk lassabban beszélni, nyugodtabban segítünk egy kis békére lelni, mert erre van igazán szükségük. Ez egy olyan technika, amit mindig használtam, és még egy másik, amit lehet használni az autizmussal, hogy ha valamilyen struktúrát alakítunk ki a dolgok körül. Emlékszem, amikor tanultuk, hogy milyen a skizofréni vagy bipoláris kórral vagy autizmussal élők agya, és például a zenét nézve, ugye mindenkinek más az agya, de aki a spektrumon volt, vagy legyen depresszió, szorongás, obszesszív kompulszív zavar, vagy düh, zavar, ami szintén kapcsolódhat az autizmushoz, ilyenkor az agyunk működik máshogy, és az agyat kell lenyugtatni, hogy máshogy reagáljon a körülményekre. Struktúra, rend, nyugalom és kedvesség, ezek működnek. A gyerekek nem jól tudnak teljesíteni az iskolában, hogyha olyan tanáruk van, aki folyamatosan őket kritizálja, vagy a többi gyerekek bántják őket, és sokszor az igazgatónál kötnek ki, vagy bajba kerülnek, de valójában arra van szükség, hogy elfogadják őket, kedvesek legyenek velük, finoman bánjanak velük, és tényleg meg kell érteniük, hogy számítanak, mert és ezt szeretném elmondani itt, hogy mindenki megértse, mert egyre jobban nagyobb az autizmus előfordulása, és ezt el kell fogadni, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. Vannak olyan kutatások, ami szerint nagyobb az agyuk, de más kutatást is láttam, ami az ellentétét mutatja. Ez lehet az abnormális növekedés miatt, de néha ezek egymást kiegyenlítik, de bizonyos kutatások ezt mutatják. Itt az agy különböző részeit nézzük. Ugye máshogy működnek a folyamatok az agyban, emiatt dolgozzák fel máshogy a dolgokat, és gyakorlatilag kicsit más a szürke állomány mérete és elosztása. Ha megnézzük a nyelvet és a társadalmi
társadalmi vagy szociális interakciókat, emiatt vannak a különbségek. És egyébként az autizmussal élőknek jobb a memóriája, mint annak, aki nem autizmussal él, mert más területekre fókuszál az agyuk. Hogyha megnézzük ezt a képet, látni, hogy a piros gyakorlatilag kisebb az autizmussal élő gyereknél, tehát bizonyos területeket annyira nem értenek meg, de hogyha másképp nézzük ezt, így máshogy nézi az autizmussal élő ember a világot, mint mások. Hogyha megnézzük az amigdalát és egy egyéb területeket, akkor azt is el lehet mondani, hogy az érzelmi feldolgozásuk nagyon más, és az érzelmi oldal más. Néha egyáltalán nem reagálnak érzelmesen, néha pedig túlzottan sok érzelemmel reagálnak helyzetekre. Az aspergeres vagy autizmussal élő emberek néha nem veszik észre, hogy valami illetlen dolgot vagy gonosz dolgot mondanak, nem akarnak gonoszak lenni, csak egy olyan tényt állapítanak meg, amit abban a pillanatban igaznak gondolnak, és nem veszik észre, hogy valami olyat mondtak, ami nem elfogadható mások számára, mert ők a fejükben csak azt mondták, ami az ő fejükben van. Beszéltünk egy kicsit az autizmusról, nagyon sok tünet az 1 év és 4 éves kor között jön ki. Nem akarok mindent erre fogni, de azt gondolom, hogy a nehézfémek és az ezeket vívő vakcinák is hatással vannak az emberekre. Persze óvatosan kell fogalmazni, Patrick pontosan tudja, hogy hogy gondolkodom, Ted is és Clayton is. Azt hiszem, hogy ez előhozhat ilyen reakciókat. Van, amikor valakinek úgy reagál a vakcinára, hogy máshogy kezd el fejlődni, vagy máshogy fejlődik az agyesség, ezért máshogy reagál a vakcinára. És vannak olyan adatok, ami szerint olyanok, akiket nem oltottak be, és mégis van autizmusuk, tehát szerintem igenis okozhat kárt a vakcina is, de vannak olyan gyerekek is, akik autisták, és soha nem kaptak vakcinát. Ugyanakkor ott van a környezetszennyezés, a nehézfémek, mindenféle vírusok, baktériumok, amik bekerülnek a szervezetbe, és ez akkor is megtörténhet, amikor még fejlődik csak az embrió, és ezért generációról generációra tovább öröklődik, és ezért kell ennyire vigyázni és figyelni, hogy mivel és hogyan oltjuk be a gyerekeket és saját magunkat, mert nem azt gondoljuk, hogy az autizmus egy rossz dolog, viszont egy nehézséget vagy problémákat okozhat az életben. Szerintem igenis fontos ez a téma, hiszen az emberek is nagyon fontosak, amikor megkérdeznek ezzel kapcsolatban, hogy kinek az oldalán állok. Én mindig azt mondom, hogy az emberek oldalán, azt akarom, hogy a lehető legjobb életet élhessék, hogy és ezt megérthessék, és én az emberek személyes döntésében hiszek, döntési jogában hiszek. És ez nincs itt a dián, de szeretnék beszélni arról, hogy sokszor lehet látni, hogy dülöngélnek az emberek, akik autizmussal élnek, vagy ezt csinálják. Ettől megnyugszanak. És ezért mondom, hogy néha a gyerekeknek megérintettem a kezét, így ezzel gyakorlatilag saját magukat tudják megnyugtatni. Ez egy jó technika. Van, hogy a fejüket a falba verik, ezt meg kell próbálni meg szüntetni, vagy a harapás meg ezeket, mert nyilván társadalomban nem elfogadott viselkedéseket, ez problémát okozhatnak.
de például a finom érintés a kézen, ezekkel meg lehet nyugodni. Ismerek sok felnőttet Asperger-szindrómával és autizmussal, mert az Asperger az autizmus egy formája, akik nagyon jó, nek nagyon jó kapcsolata van emberekkel, és mindig nagyon kedves vagyok, halkan beszélek, ezt szeretném újra elmondani, mert egyre inkább többször előfordul a világban ez a zavar. És a nagy kihívást a kapcsolatok kialakítása és fenntartása jelenti. Az Asperger autizmusra élőknek sokszor nehéz ezeket kialakítani, mert néha nem értik, hogy olyan dolgokat mondanak, ami nem elfogadható, vagy mások a verbális és nonverbális jelek, amiket használnak. De ha megnézzük a világban a top vezetőket és vezérigazgatókat, sokan nagyon, vagy a leggazdagabb embereket, sokan autista jellemzőkkel bírnak, és ezek segítettek őket elvinni oda, ahol vannak, mert bizonyos területekre tudnak koncentrálni, amivel nagy sikert élnek el, akkor is, hogy ezt nem gondolta volna róluk a világ másik fele, amíg fiatalabbak voltak. Aztán akkor a rituálékhoz kapcsolódó viselkedés. Az autizmusok nagyon stresszesé válhatnak akkor is, hogyha kis változás van a rutinjukban, nagyon szeretik a rutint, szeretik az ismétlődő mozgást, például ezért szeretnék ezt a dülöngélést, mert ezt ők tudják csinálni, ami egy rituálé, és ugyanaz, ami újra és újra megtörténik, és megnyugszanak tőle. És ezért van, hogy vannak, akik ezt csinálják, vagy ezt, hogy az arcukat ütögetik, vagy ugrálnak, akkor egy másik technikát kell nekik tanítani. Finoman egy másik rituálét mutatunk neki, ami segít megnyugodni. Erősen fókuszált érdeklődéseik lehetnek, nagyon sokan, akik autizmussal élnek, nagyon jók a matekban vagy tudományokban, és ez persze egyedi, tehát valakit a zene, a művészet érdekel, és sokszor nagyon jók, és mindenki másnál jobbak ezekben a területekben, mert annyira koncentrálnak rájuk. Tehát látni lehet azt az előnyt, ami ide tartozik. Tehát nézzük az előnyöket és a hátrányokat, hogy így el lehet dönteni, hogy ki akarok lenni emberként, és hogy lehet segíteni a körülöttem lévőknek, hogy boldogok legyenek. Akinek van gyereke, szeretném, hogy tudja, hogy nagyon nagy ez a spektrum, és remélem, hogy a saját gyerekeiteket is jobban meg tudjátok érteni ezáltal a körülöttetek lévő embereket. Néha lehet, hogy nem értitek, hogy a gyereketek vagy mások miért így reagálnak, és egyszerűen azért, mert a spektrumon helyezkednek el, és meg lehet tanulni jól reagálni erre, és hogy jól érezzék magukat a környezetükben. Az érzékenységekről beszéltem, hogy az érzékszerveknél a szagokra, hangokra, van, aki például a brokkoli szagát nem bírja egyszerűen. Voltak autista gyerekek, akiket nem diagnosztizáltak, és nem értették a szülők, hogy miért csak csirkét esznek, vagy csak sült krumplit, és semmi mást, és ez megint csak a rituáléhoz kapcsolódik, a textúrához, tehát nem lehet haragudni a gyerekekre, hogyha ez a probléma, hanem meg kell próbálni jól kezelni ezt, megértve őket. A diagnózis nehéz, hiszen a COVID alatt dolgoztam olyanokkal, akik Szaúd-Arábiában, a Közel-Keleten nagyon nagy befolyásra bíró emberek. Autizmussal foglalkoztam, és nagyon frusztráló volt a családok számára, mert ők nagy befolyású emberek voltak, és annyi orvoshoz és klinikára elmentek, és nem voltak jó eredményeik. És számomra ez nagyon egyszerű. Tudom, hogy aki hallgatja, valószínűleg van kapcsolata az autizmussal, és azt mondja, hogy túlságosan leegyszerűsítem, de nem. Csak meg kell érteni azt az embert, hogy mire van szüksége, és mik a triggerek, mik hozzák ezt elő, és mik indítják be, és mechanizmusokat kell segíteni, és mintázatokat, amivel meg tudják ezeket oldani, amikor felnőttek lesznek.
és barátként vagy munkatársként lehet segíteni nekik ebben. Következő dia. A variabilitás, vannak magasan és alacsonyan funkcionálók, egy nagyon nagy különbség van közte. A magasan funkcionálók gyakran átlagon feletti intelligenciával bírnak, nagyon okosak, kiemelkedőek adott területeken, és gyakran, amit nem látunk az ilyen emberekben, az a gyengeségük, tehát sokszor például nagyon magasan funkcionáló aspergeres embernél vagy autizmusnál nem jól ejtenek ki szavakat, vagy nem tudnak eligazodni, vagy az órát nem ismerik jól. Tehát, hogy valahogy alkalmazkodnak ezeken a területeken, és szerintem ez fantasztikus, hogy vannak ezek az erősségek és a gyengeségek, és együtt tudunk dolgozni, hogy mind az erős és gyenge oldalunkat egyszerre használjuk, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és mindenkiből. Hogyha valakinek van gyereke, vagy férje, vagy a legjobb barátja, aki autizmussal él, ez egy kihívás, mert folyamatosan kommunikálni kell. Személy szerint, szerintem, én szeretek gondolkodni dolgokon, hogy hogy oldjak meg egy problémát, hogy tudok segíteni embereknek, és szerintem ez nagyon fontos, hogy erre emlékezzetek, hogy minden erősség mellett van egy gyengeség is, és ki kell türelemmel várni, hogy megértsük őket, és van, hogy inkább csendben ülök, és kicsit várok, és megvárom, hogy tudunk kapcsolatot építeni. Ezt meg lehet tenni, de sok idő és türelem kell hozzá, és el kell köteleződni a feladat mellett. A táplálkozás is egy nagyon fontos tényező, ami egy nagyon nagy trigger azok számára, akik autizmussal élnek. És nagyon sok gyógyszer egyszerűen nem működik ugyanis ezen a területen. Említettem a társbetegségeket, ADHD, szorongás, a gyomor- és bélrendszeri problémák, kényszerbetegségek. Egyébként akiknek sok gyomor- és bélrendszeri problémája van általában az érzékenyebb emberek, mert érdeklik őket a dolgok, és komolyan vesznek dolgokat. És meg kell, tehát nagyon fontos megérteni ezeket a társbetegségeket, és hogy mi az, ami triggereli az embereket. És szeretném, hogyha megértenétek, hogy nem kell rosszul érezni magatokat, ne érezd úgy, hogy valamilyen problémát van, hanem tekints rá úgy, mint egy útra, hogy egy egyre jobb emberré válhass. És vannak olyan helyek, ahol ami nagyon sokba kerül, és néha csak a család vagy a barátok segítenek, nem is orvosok, nincsen olyan kezelés, ami segít, hanem megküzdési stratégiákat kell létrehozni, hogy elviselhető legyen az élet. Ez lesz a célotok. Nézzük a genetikai faktorokat, akik magasan funkcionáló Asperger vagy autizmussal élő emberek, vagy Savant-szindrómával élnek. Nagy nem, hogy zsenik. Nagyon magas az IQ-juk, és ez tovább öröklődik. A kutatások azt mutatják ki, hogy van genetikai kapcsolat. Úgy gondoljuk, hogy a mikrobiom is kapcsolódhat ez a nehéz fémek, de a törékeny X-szindróma és a Rett-szindróma olyan mutációk, amelyek hatással vannak erre, és befolyásolhatják. Aztán ott vannak a környezeti tényezők,
toxinok, szennyező anyagok, nehézfémek, növényvédőszerek. És tehát, ahogy mondtam, semmilyen kijelentést nem mondhatunk az autizmusról, vagy Aspergerről, vagy máshogy fogják érezni magukat az emberek. Tudom, hogy itt van Priscilla a híváson. Szeretném, Patrik, majd, hogyha el tudnám mondani a szuper élményeit. Hogyha nincs itt, akkor a következő rútjón szeretném, mert együtt dolgoztam vele és a családjával, és ő az egyik legtürelmesebb ember, akivel valaha találkoztam, és úgy érzem, hogy ő tényleg azonosítani tudta, és tudott alkalmazkodni bizonyos dolgokhoz, hogy meg tudja oldani a saját területét, és tudom, hogy a RUT termékek is segítettek, de az egész folyamat, amin dolgozik, és egyébként nagyon sok üzenetet kapok, Patrick, és nagyon nehéz számomra elolvasni ezeket, amik hosszú üzenetek. Tehát, hogyha hosszú üzeneteket küldötök, több bekezdését, akkor ezeket küldjetek el e-mailben, mert tényleg most látom, hogy nagyon sok privát üzenetet kapok, és szeretnék válaszolni, de nyilván nem tudok beszéd közben. Tehát ezeket inkább külön küldjétek el. Pszichológusként, a DSM-4-et használtuk, most már a DSM-5-öt, ez egy diagnosztikai eszköz, de semmi sem tökéletes, mindegyikkel lehet valamilyen problémát találni, ezt szeretném kiemelni. És mielőtt valaki ítélkezne egy autizmussal élő ember fölött, nézzen a tükörbe, senki sem tökéletes, és azt gondolom, hogy a korai diagnózis nagyon fontos, de beszéltem olyan emberekkel, akiket nem diagnosztizáltak, de hogyha megnéznénk az agyukat, a eszközökkel, akkor más színeket látnánk. Tehát nem szabad ítélkezni, mérgesnek lenni, hanem legyünk mindig türelmesek és szeretetteljesek, és szülőként hadd mondjam el, hogy autizmussal élő gyerekkel nagyon nehéz, nagyon türelmesnek kell lenni, és általában fiúkról, de lányokról is lehet szó, de nagyobb esély van rá, hogy a fiúknak van autizmusa, de persze lányoknak is lehet. Vagy hogyha valakinek a gyerekéhez nem kedvesen beszél vele a tanár, akkor az a te feladatod szülőként, hogy a gyerekedet véd, és ne hallgass a negativitásra. Különböző környezetekbe vittem el a gyerekeket, hogy támogassam őket, és mindenkinek ezt kell tennie. Minden egyes gyerek, minden egyes kapcsolat annyira különleges, hogy meg kell védeni őket, fel kell lépni mellettük, és tudom, hogy már nagyon eltávolodtam a tudománytól, de hogyha eléggé törődsz a másik emberrel, hogy fellépsz az ő érdekében, akkor az összes negativitást kizárod, és ha valaki ezt mondja te gyerekednek, vagy családtagodnak, hogy nem tudod ezt megcsinálni, mert autista vagy, vagy nem vagy okos, vagy probléma van az osztályban, nem tudsz kijönni a többiekkel, akkor a te feladatod barátként, szülőként, hogy kiállj emellett az ember mellett, és segíts megoldásokat találni. És a sportolókhoz is szólok, tudjátok, hogy a kényszerbetegség és autizmusnak magasabb az előfordulása a sportolóknál? Azért, mert annyira fókuszálnak arra az egy területre, amiben annyira jók, hogy ami egy kritika, az igazából egy sikertörténet lesz, és erre figyelni kell, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. És nagyon sokan, ugye a sportolóknál is ugyanazt ismétik folyamatosan, hogy nagyon-nagyon jók legyenek benne a rögbi, de lehet, hogy ugye sokszor ezt az ismétlést el kell ugye végezniük a gyakorlásnál,
és ez olyas valami, amit észre lehet venni, azonosítani lehet. És persze az étrend is nagyon fontos, és a táplálkozás. A diagnózis szerintem most még nem elég jó. Hogyha 7 pszichológushoz mész el, akkor 7-féle pszichológusod, 7-féle diagnózis fogsz kapni valószínűleg. Nagyon őszinte szeretnék lenni, tehát fontos, hogy tudjátok, hogy pénz nélkül nagyon nehéz segíteni bárkinek, akinek autizmusa van, vagy ha nektek van, vannak különböző terápiák, vannak az alkalmazott viselkedés terápia, ami a szociális készségekre koncentrál. Például egy gyerekkel dolgozunk, akkor mindig figyelni kell, hogy nyugodtak maradjunk. Egy példa, egy csoportterápiát csináltam autista gyerekekkel egyszer, és az egyik gyerek felállt, és azt mondta, nem akarom kimondani, de csúnya szavakat mondott, nagyon hangosan, csúnya, káromkodó szavakat mondott, és én pszichológusként ültem ott, és nagyon nyugodt maradtam, körülöttünk mindenki, mert mindenki autista volt a csoportban, nagyon zavart őket, nem tudták, hogy mit csináljanak. Miután vége lett ennek a törésnek, azt mondom, hogy köszönöm, hogy ezt kommunikáltad, most beszéljünk arról, hogy mi zavar téged, és beszéljünk nyugodtan, és sikerült egy kis a nyugalmat használni, hogy ezzel és kedvességgel lenyugtatni ezt a mérget. És hogy mi okozta ezt a dűkitörést, nem vagyok benne biztos, de pszichológusként azt gondoltam, hogy túl sok minden történt a szobában, és nem tudott lenyugodni, és ezek mérges szavak voltak, amiket használt. Hogy egy rútjó hívásban valaki ezt elkezdené csinálni, azt gondolnátok, hogy ez egy szörnyű ember, de lehet, hogy csak érzékszervi túltöltöttséget szenved el, és el kell fogadni. Nem azt jelenti, hogy ezt jó csinálni, vagy szabad. Tehát például azt mondtam ennek a betegnek is, hogy ne csináld ezt többször, és utána még egyszer megcsinálta, hogy csak azért is megmutassa, de a beszélgetés végére elmondhattam, hogy a többi terápiás ülésen jobb javult, mert mindig nyugodt maradtam. A beszédterápia az nagyon fontos lehet, sokszor kiejtési vagy beszéd problémáik lehetnek, ezek nagyon fontos ezt elkezdeni korán fejleszteni. Aztán a finom motoros készségeket is kell fejleszteni terápiával, de például, hogyha sporttal kezdjük el ezt, akkor nagyon jó sportoló lehet belőlük. A szociális készségek fejlesztése nagyon-nagyon fontos, hogyha még hetente jár is valaki terápiába, körülötte levő embereknek akkor is meg kell tanulni, hogy hogy tudnak jól bánni ezzel az emberrel, mert egyszerűen más, hogy működik az agyuk. És hogyha valamit mondunk nekik, hogy ezt nem szabad mondani, akkor valószínűleg azt fogják mondani, hogy tudom, és akkor azt kell mondani, hogy ki tudunk-e találni valamit, hogy ezt ne csináld többet. Tehát egy kulcs szót kell megtalálni, tehát egy nagyon szoros kapcsolatba kerülünk, akkor kimondjuk a kulcs szót, akkor ezzel meg kell állítani ezt az érzelmi kitörést, és ezzel, hogyha mindig ide újra és újra visszatérünk, akkor abba hagyják ezt a viselkedést, hiszen ezt nem tudatosan csinálják, hanem segíteni kell nekik. Miért segítenek a rút termékek az embereknek? És persze nem mondhatjuk, hogy meggyógyítjuk az autizmust, vagy Lyme-kort, vagy bármit. Csak szeretnénk, hogy mindenki annyira gyönyörű ember lehessen, amennyire lehet.
a clean slate-et nagyon sokan használják, és nagyon sokan érzik, úgyhogy segít nekik, támogatja őket, és jobban tudnak kommunikálni és beszélni. Például Asperger vagy autizmus esetén, a Trinity, OCD-nél, ADHD-nél, ADD-nél, depresszió, szorongás esetén segít az embereknek, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból, és számomra csak ez számít. Nem érdekel, hogy valakinek Aspergerre vagy autizmusa van, csak az, hogy jól érezze magát, tudjon kommunikálni a családjával, és a Trinity tényleg fantasztikus, mert ez a protokoll hatással volt az emberekre, voltak, akik felhívtak, e-maileztek, esettanulmányokat küldtek arról, hogy hogy tudják jobban megélni az életet, jobban kezelni a helyzeteket a termékek segítségével. A Clean Slate azért jött létre, hogy a nehéz fémeket eltávolítsa a szervezetből, illetve minden környezeti faktort, ami zavarja a szervezetet, és hogy bejuthassanak viszont a pozitív támogató dolgok a nano emulsió, nano termékről, ami a zeolit, hallottunk már. Hadd mondjam el, amit már régebben is elmondtam, hogy ennek a terméknek szabadalmazott és szabadalomra váró technológiái vannak a szilícium sav, kovasav támogatja a szervezetet. Azt hiszem, hogy ez tud segíteni abban, hogy annyira jó legyen, amennyire jó lett. Támogatja a szervezetet, az enzimeket, és így a nyomelemek, vitaminok bejuthatnak a szervezetbe, ahol szükség van rájuk, és a kognitív funkciók és a viselkedést is segít szabályozni. És ezért tud ennyire sok mindenkinek segíteni a spektrumon. Vannak, akik többet kommunikálnak, használják a Trinity-t, és a lehető legjobb életet élik. Nem csak a termékek, hanem az egész rendszerre, ez igaz. Tehát az érzelmi, mentális, fizikai, pszichológiai szintekre is igaz, hogy támogatni akarunk mindenkit az életükben, és a termékek az az egyik része, a másik része az is, hogy a körülöttünk lévő környezetet is megértjük, és hogy mi az a dózis, amit érdemes lenne használni a spektrumon. Én azt mondanám, hogy reggel este egy-egy cseppel érdemes kezdeni, tehát lassan, aztán 5-re fel lehet vinni reggel este sok vízzel, sok zöldtával és sok tápanyaggal. Van, aki 30 cseppet vesz be reggel, délben, este 10-10-10, azért mondom, mert mindenki nagyon fontos, és a biológiának hasznosuló kovasav, ami abból a folyamatból származik, amit erre a termékre hoztam létre, nagyon-nagyon fontos, és támogatni kell a kognitív funkciókat. A kovasav tényleg segít abban, hogy megszabaduljunk attól, amire nincs szükség, a méreganyagoktól, támogatja a funkciókat, és támogatja a dinamikákat a szervezetben, a test csodálatos képességét arra, hogy saját magát gyógyítsa. A C-vitamin és az immunfunkció és a kovasabb a neurotranszmittereket nagyon támogatja. Nem tudunk megváltoztatni valamit, hogyha közben támogatjuk, gyógyítjuk a testet, nem azt mondom, hogy mindenkit meggyógyítanak a termékek, de meg akarjuk adni az eszközöket a szervezetnek, és mindenkinek, aki körülöttünk van, hogy annyira jól élhessenek, ahogy csak lehet, ne legyenek mérgesek, ne legyenek érzelmi problémáik.
és akinek például gyereke van, vagy bárki, aki használja a clean slate-et, igyon sok vizet és zöldtejet, ami segít, hogy megszabaduljunk a mérgező anyagoktól a szervezetben. Az én nem kellene, ugye azt a szót mondanom, hogy gyógyítok, mert nem mondhatjuk, hogy gyógyítunk bármi, de én úgy érzem, hogy megadjuk a szervezetnek azt, amire szüksége van, hogy természetesen ezt megtegye, és ez a célunk. Menjünk tovább. Restore nagyon-nagyon fontos. Hadd mondjam el, hogy miért. A fekete köménymagolaj csökkenti a gyulladást. Az Asperger és autizmusnál, a spektrumon. A kutatásoknál láttuk, hogy minél stresszesebbek, minél nagyobb a gyulladás, és minél több a, nem csak ugye a hang és az egyéb, vagy a zajok és az egyéb dolgok, hanem bent a szervezetben is a gyulladás például az rosszabbá teheti. Tehát a gyerekek például az iskolában, vagy otthon, hogyha mérgesek lesznek, ha megnézzük a táplálkozásukat, hogy mit esznek, isznak, mennyit alszanak, azt mondhatjuk, hogy egy pillanat, ez szülőként az én hibám is. Nem aludtak, nem jól étkeztek, mit csinálunk, hogy támogassuk őket. A fekete magolaj szerintem az egyik legerősebb összetevő, segíti a kognitív funkciókat, antioxidáns, segíti a memória, a figyelem javítását. És a resveratrol a kutatások alapján azt gondoljuk, hogy fokozhatja a véráramlást az agyban, ami nagyon-nagyon fontos az optimális agyműködéshez, az oxigénes tápanyagok szállításához. Antioxidáns és gyulladás csökkentő hatásai ról tudjuk, hogy antidepresszáns hatásról is, tudjuk kényszerbetegséggel, szorongással, ADHD-val, ADD és autizmussal élőknél. A Közel-Keleten és Ázsiában sok kutatás készült erről az összetevőről, ezeken a területeken a kurkuma is segíti a kognitív funkciókat, és az málna kivonat és az almaecet is támogatják a mikrobiomot. Az aloe vera antioxidánsokat tartalmaz, segített a kognitív funkciók javításában, a béribosz pedig segít az energia termelésben. Patrick és Clay mondta, hogy tegyük fel a skin defense és minden, de a Restore-t mindenképp kell. Ugye ezt tudjátok, hogy a Restore-t használom az arcomon, hogyha nem használom, akkor mindenféle probléma visszatér. És felmerülhet a kérdés, hogy hogy működik a bőrömön. Például Patrick nek megcsípte a lábát a rája, és hogy ott hogy működik, vagy hogy működik az autizmusnál. Ugye nézzük úgy, hogyha megadjuk a lehetőséget, az eszközöket a szervezetünknek, hogy legyőzze például a tűz jelzést kapja az agyunk, amikor valamilyen gyulladás van a szervezetben, akkor mérgesek lesznek, és például itt a gyerekeknél ilyenkor láthatjuk ezt a düh reakciót. Ezért a gyógyító képességeket ezekből a termékekből be lehet hozni így a szervezetbe. És például az íróin rá is elmondhatom, hogy nem akar talán a szervezetem gyógyulni, mert megszoktam a betegséget. Hogyha ez történik, és használod a termékeket, akkor egy fél táskanállal kezd, aztán egy táskanál, mert annyira fontosak ezek az összetevők az egész szervezetnek, hogy olyan lehessen, amilyennek kell lennie. És tehát nagyon jó szájon át szedésre, de hogyha kívül van valami a bőrünkön, akkor kívül is lehet használni. És például Ázsiában ezeket az összetevőket legalább annyira használják, mint a gyógyszereket. Nagyon-nagyon fontos. Zeroin. Megint csak itt azt látjuk, hogy
javul a fókusz, a figyelem. Ha valaki nem használja az írónyt, csak a clean slate-et, tehát szeretném ezt mindenkinek elmondani, hogy vannak olyanok, akikkel együtt dolgoztunk, és doktorok, akik azt mondták, hogy a clean slate önmagában segítette az autizmus spektrumon lévők állapotát, és mások azt mondták, hogy a clean slate és a Ristol, mindkettő, és valaki használja a clean slate, Ristolt és a Zeroint. A legtöbb esett tanulmány innen származik, a hármasból, és valaki még Greenleaf, Green Steel és egyéb termékeket, mert meg akarjuk kapni a megfelelő támogatást és tápanyagokat. Mert mindenki más, de ahogy mondtam, ez egy spektrum, mindenkinek másra lesz szüksége, hogyha elkezdett használni a termékeket, és például autizmus, Asperger-en élsz, akkor a clean slate-tel kell kezdeni 2 hétig, és utána jöhet a Restore, és utána a Zeroin. Miért? Mert látni fogod, hogy reagál a 2 hét alatt a clean slate-re az alany, és utána jöhet a Restore, és utána megint 2 hét múlva a Zeroin. És először ezt nem mondtam el eléggé, tehát a spektrumon, hogyha például különböző tényezőkkel állunk szemben, akkor egyesével kell ezzel elkezdeni foglalkozni. Tudom, hogy sokan mind hárommal kezdik, de én tudósként, pszichológusként én így javasolnám ezt, tehát hogy így szegmenseket folyamatosan vezetjük be őket, és végül mind hármat bevezettük a Zeroin, hogyha valaki autizmussal küzd, akkor akkor lehet a kapszula 1/4-ével kezdeni, joghurtba tenni, szétszedni, joghurtba tenni, tehát ne egy egész kapszulát egyből. Miért? Az L-tirozin, a bársonymag, a koffein, az L-teanin, a fenyőkére kivonat, kurkuma és D-vitamin mind támogatni fogják az agyat, de hogyha az agy ezt nem szokta meg, akkor először inkább súlyosbít egyet, tehát lassú folyamattal kell ezeket bevezetni. Lehet, hogy 6 hét is lesz, mire az egész kapszulát beveszed, vagy soha, és akkor még pénzt is spórolsz, ami jó. Hogyha tényleg, amikor az autizmusról tanítottalak titeket, ugye mindenkit egyesével kell megnézni, nem kell feltétlenül minden orvost meghallgatni, mert mindenki mást fog mondani, de minden egyes kis részletet meg kell figyelni, nem kell gyorsan haladni, hanem meg kell nézni, hogy mindig az adott embernek mi működik a legjobban. A Relief Greens-nél tehát nagyon jó eredményeket láttunk. A Clean Slate és Relief Greens, vagy Clean Slate Restore és Relief Greens. Van, amikor nem használjuk a Zeroint. Van, hogy valamikor beletettük, de azt hiszem, hogy ez egy folyamat, és nem muszáj ezzel kezdeni. A Relief Greens nagyon jó, szerintem, mert az autizmusnál tudjuk, hogy például az MCD kókuszolaj, brokkoli, kajen, bors, kelkáposzta, spenót, mind-mind segítenek az embereknek tápanyag szempontjából. Ugyanakkor a gyomor- és bélrendszeri érzékenység miatt alacsonyabb mennyiséggel kell kezdeni, és folyamatosan növelni. És a textúrára is figyelni kell, és hogy veszik be. Ugye mindenki máshogy fog reagálni. Van, aki nem tud narancslét inni, mert nem szeretik a textúráját. Van, aki viszont narancscsússzal veszi be. Tehát van, akinél például valamilyen növényi tej, vagy makadámdió, vagy kesudió, vagy egy negyed banánnal, vagy vízzel, ezt ki kell tapasztalni. De az édességeket és szénhidrátokat
ezzel lehet kiváltani, ami egy igazi változást fog elhozni valaki életében. Immune Defense Shield nagyon fontos, új tanulmányok jöttek ki a D3 és K2 vitaminról, ami tudjátok, hogy benne vannak a termékekben, és a NAD és quercetinről is, amik nagyon fontosak, aki a spektrumon van, vagy Asperger, vagy autizmussal él. Sokan mondták, hogy nagyon segítette ez őket, sokat segített nekik. Ugye az alvásról is szólt, hogy az autizmusnál nagyon nagy problémát okozhat, ez segíthet megnyugodni, vagy akinek gyerekei vannak, akkor egy alacsonyabb dózist kell nekik először adni, és mondjuk elalvás előtt 1 órával, hogyha alvási problémáik van. De ugye mindenkinek kicsit más a cirkadián ritmusa, és már kicsit eltávolodtunk a természetestől, tehát hogyha megtanítjuk az embereknek ezt, hogy 1 órával elalvás előtt vegyék be, és aztán meditálnak, és hogy hogy lehet a gyerekekkel meditálni, például egy nagyon jó történetet lehet nekik mesélni, hogy csukják be a szemüket, és képzeljék el, és meséljék el ők, hogy mit látnak, és hogyha nem látnak semmit, akkor el lehet mondani, hogy én ezt látom, és akkor el lehet mondani nekik a történetét, hogy mennyire csodálatosak, és mit fognak elérni a jövőben. Tudjátok, hogy dolgozom a jetlag és alvás zavar szabadalmon, és ez azt hiszem, hogy egy olyan termék, ami segíthet este, hogyha tudtok aludni. De tudjátok, hogy például, hogyha utazom, vagy akkor nappal szoktam bevenni, vagy hogy kezdtem érezni, hogy megbetegszem, de segít tényleg megnyugodni, és azt megfelelő alvás dinamikát felállítani és kialakítani. A szorongás, ugye néhány gyerek például az iskola miatt izgul, emiatt jó lehet egyet vagy egy fél kapszulát este alvás előtt bevenni, hogy segítsen nekik megnyugodni, és aztán másnap nyugodtan nyugodtnak lenni. A Give Me Back My Youth, gyomorbérrendszeri betegségekről beszéltem. Az USA-ban van 100 000 emberes program. Augusztusban fogok fellépni egy eseményen, ahol szó lesz ezekről a témákról, és az autizmusról, és mennyire fontos a mikrobiom. Hiszen a Restore és a Relief Greens célja tényleg, hogy az egész PR-rendszert támogassa a beleken, mikrobiomon keresztül. A Give Me Back My Youth tudja szabályozni az immunválaszt, és segíti a bél egészségét is. Vannak olyanok, és tudjátok, hogy dolgoztam a peptideken és a kollagénen. Van, aki nem szedheti be ezt a terméket, tehát alacsony mennyiséggel kell kezdeni, nem kell túlterhelni minden az embereket, nem kell megmondani, hogy ki hogyan szedje a termékeket, hanem inkább folyamatosan kell fokozatosan bevezetni őket. A Sculptot és a Crash-t is ide hoztam, mert amikor beszéltem Tigerrel, szerettem volna tényleg mindent elmondani, mindent beletenni, ami fontos. A Sculpt is hatással van a mikrobiomra, a Gymnema szilvesztre növény segíti az anyagcsere funkciókat és csökkenti az oxidatív stresszt. Ezt óvatosan kell adni a gyerekeknek, tehát ez most az utolsó két termék inkább a felnőtteknek való, a szervezetünkre hatnak, és tehát, hogyha tényleg megadjuk a
szervezetünknek mindazt, amire a kognitív funkcióknak szüksége van. A valériana gyökér is ezt, ebben segít, a fehér vesebab, a gyömbér gyökér segítenek a glükózt, szénhidrátokat feldolgozni. Ma vagy tegnap Patrick beszélt. A Colorado Egyetemről egy anyukával vagy nagynénivel, aki egy podcastot fog csinálni, és ezt el ne felejtsen majd, Patrick, ezt majd folytassuk, ez nagyon fontos nekem és a közösségnek. Meg akarja mutatni mindenkinek, hogy mennyire jól néz ki. És ma beszélgettem vele, és ez volt az a két termék, aminél úgy érezte, hogy tényleg nagyon támogatták. És hogyha valaki felnőtt, és Asperger vagy autizmussal él, azt gondolom, hogy Skált és a Crash nagyon fontosak lehetnek, nem csak a kognitív funkciók miatt, hanem az inzulin szinted, a cukor szinted, hogyha nem jól működik, és nem jól működik a neurotranszmitterek, vagy az anyagcsere, akkor ezt mind-mind támogathatja a Skype, nem csak a jó, abban segít, hogy jobban nézzünk ki, hanem összességében támogatja a testet. Crash is nagyon fontos, hiszen peptidek, aminosavak találhatók benne, támogatja az agy sejtjeit, valamint a sejt egészségét az egész szervezetben. A glutatión és az összes többi összetevő segítenek a glutatión prekurszoraként a szervezetnek, és azt gondolom, hogy ez a termék nagyon-nagyon fontos. És ha megkérdezitek, hogy a gyerekek szedhetik-e, azt kell, hogy mondjam, hogy attól függ, meg kell nézni az, hogy hány éves, és ugye kicsivel kell kezdeni felnőttként. Úgy érzem, hogy ha valaki spektrumon van, nagyon sokat segíthet ez a termék, mert a neurotranszmitterek építőköveit találtok meg benne, és hogyha úgy döntesz, hogy egy gyereknél szeretnéd ezt használni, akkor alacsonyabb dózisra kezdeném, megvárnám a reakciót. Ezek mind-mind természetes dolgok. A természetes dolgokról ugye a törvények miatt nem mondhatjuk azt, hogy gyógyítanak, de olyan eszközök, amelyek segítenek, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból. És a mai reményem az, hogy tanultatok valamit, ami segíthet nektek, a gyerekeiteknek és a körülöttetek lévőknek, és úgy hiszem, hogy mindenki a spektrumon van valahol, vagy van a környezetünkben valaki Aspergerrel vagy autizmussal, és ez a mi feladatunk, hogy megértsük őket, és kedvesen és türelemmel segítsünk neki. Köszönöm szépen! Mostanában nem ajándékoztunk, de jövő héten fogunk a rútjón. Még várok a peptidekre. Szeretnénk tényleg megadni azt, amire szükségetek van, küldjetek nekem és Patricknek javaslatokat. Nagyon tetszett bele, hogy Verina mondta, hogy erről szeretne hallani, és szeretnék hatással lenni rátok, amennyire csak lehet. Úgy látom, hogy Nurse Krisztinek van kérdése. Igen, köszönöm. Skype-ról. Dolgozom néhány várandós hölgyel. A glükóz szintjüket nézték, és pozitív lett, és az orvosok aggódtak, hogy a babák túl sokat híznak, és mit gondolsz az ő, mondjuk csak egy kapszulát, hogyha kipróbálnának kettő helyett, az ő helyzetükben mit gondolsz erről? Vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a ginzeng, amit ebben használunk, magas dózisban nem feltétlenül jó, és a valeriana gyökér
magas dózisban halucinogén lehet. Azért mondom, mert ezek hormonok, és hormonokat hozom fel. Hogyha ez egy gyógyszer lenne, én dolgoztam gyógyszercégeknél is, akkor sem mondhatnám. Tehát mindegyik C vagy D kategóriába került, vagy amiatt, hogy milyen kockázatot jelenthetnek az anyának és a gyereknek, de megint csak hadd mondjam el, hogy csak természetes összetevőket, növényeket, magokat, gyökereket használnak a termékekben, és ez nagyon frusztráló számomra, mert hogyha hadd mondjak egy példát, hogyha megkérdezed, hogy ehet-e egy anyuka például nyersen osztrigát, azt mondanám, hogy nem, mert nagyon veszélyes lehet. De ugye mindegyik emulzió szabadalmaztatott, vagy szabadalom alatt vagy szabadalomra vált, tehát nem akarom, hogy itt bárki félreértsen bármit. És én például mind a négy terhességem alatt nagyon beteg voltam, és tehát mindig kórházba kerültem, olyan 7-8 kilót híztam csak, és mindig kellett nekem infúziót is adni, és muszáj volt használnom a termékeket, tehát meg kell nézni, hogy mennyire segíti az anyát és a gyereket, és ugyanakkor nem szabad magas adagot, magas mennyiségben használni a termékeket. A Science Tiger, itt vagy? Igen. Meg lehet nézni az összetevőket, és hogy mit lehet használni terhesség alatt, de persze nem lehet az orvos döntése ellen menni, tehát például a várandós anyukáknak nem adunk tanácsokat, de például az ISNS-en is meg lehet nézni az ezzel kapcsolatos információkat. Nem te vagy az első, aki erről kérdez. Volt ezen a héten egy beszélgetésem egy funkcionális orvossal, akinek nagyon sok olyan betege van, akik túlsúlyosak, és kialakulhat olyan helyzet, ami toxikus az anyára és a gyerekre nézve is. És tehát az ISNS-en van egy diasor információval ezzel kapcsolatban, és 3 hónapos ingyenes hozzáférést fogunk biztosítani az ISNS-re. Az Instagramomon már kint van a kód, Petrik elküldheti, hogyha valakinek nincs meg, mert szeretnénk, hogy annyi szervezet, orvos, klinika, egyetem kerüljön fel az ISNS-re, amennyire csak lehet, mert így saját esettanulmányokat, naplókat írhatnak. És vannak olyan termékek, amikkel csak orvosokat célzunk, igyekszünk annyira sok embert bevonni, amennyit csak lehet, hogy taníthassuk őket a táplálkozásról és tudományról. Patrik, tehát talán már mondta, vagy a hírlevélben írta, hogy az ISNS-szel egy partnerségre léptünk, hogy és ennek keretében nyújtunk ingyenes elérhetőséget. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy késtem, a mindenkinek csodálatos.